20 éve már annak, hogy elkezdted a gazdálkodást itt Kisújszálláson. Honnan a mezőgazdasághoz való kötődésed? 2000 óta gazdálkodunk egy betéti társaság keretein belül. A mezőgazdaságba való hitemet édesapámtól szereztem. Valamikor termelésben dolgozott, majd egy növényvédő állomásnak volt egy darabig igazgatója. Onnan az iklet. Mekkora az a terület, amit most művelsz itt Kisújszálláson? 340 hektáron gazdálkodunk per pillanat. Növekvő tendenciát mutatunk. 2000-ben 28 hektárral indultunk, és folyamatos bérleményeknek köszönhetően már elértük a 340 hektárt. Milyen a vetés szerkezeted? Hogyan alakítottad ki? A vetés szerkezetünknek a fő profilja az a vetőm a kukorica előállítása a pajonyér keretein belül. Emellett gabonát termesztünk elsősorban a tavaszi, illetve őszi durumban látjuk, vagy látom a perspektívát. Magas olajsavas napraforgónk van, illetve repcét termelünk még. Nagyon fontos nálad a technológiában az öntözés, ahogy látom. Igen, nálunk a területünknek a nagyjából 50-60%-án öntözéses termesztés technológiát folytatunk. Nagyon nagy kincs számunkra itt a víz. Csévélhető öntözőberendezéseket használunk, és van egy lineár pálya alatti területünk, amit szolgáltatásként tudunk igénybe venni. Te a gabonát is öntözöd, a búzádat, és hát a durumbúzádat is. Nem szokás ez ma Magyarországon. Te miért döntöttél úgy, hogy nem csak átengeded a területeden a lineárt, hanem használod is? Én óriási előnyt, illetve perspektívát látok az öntözésbe, legyen ez gabona, vagy bármilyen más intenzív termesztés technológiát igénylő növény. Ha ilyen aszályos idő van, én úgy gondolom, hogy mindenképpen plusz jövedelmet tudok elérni egy-egy öntözéssel. Mekkora az a termésmennyiség, amit így többletként be tudsz takarítani? Hát én úgy gondolom, és reményeim szerint egy 2 tonna pluszt el tudok vele érni. Majd meglátjuk, de ez a remény. Ha ezt forintosítjuk, akkor ez mit jelent majd a zsebben? Hát gyakorlatilag egy commerce őszi búzánál egy 2 tonna per pillanat a mostani kötés szerint egy 100.000 forintot jelent pluszba, a 2 tonnáról beszélek. Az őszi durumnál ez még több, az gyakorlatilag egy 140-150.000 forintos plusz jövedelmet jelent. Egy Kisújszállási gazdaságba kísértünk el téged, ahol öntöznek folyamatosan, és nem is akármit öntöznek, szántóföldi növényeket öntöznek. Mit szól ehhez a miniszter? Így van, hiszen az aszály olyan mértékű most már több éve, hogy az öntözéssel muszáj komolyan foglalkozni. És az a nagy tanúsága a mai napnak is, hogy nem csak a szántóföldi zöldség növényeket érdemes öntözni, nem csak a hibrid kukoricát érdemes öntözni, hanem szántóföldi növényeket is. Történetesen itt éppen gabonát érdemes öntözni, hiszen arról beszéltünk pontosan, hogy az a plusz 2 tonna hektár termés, amit az öntözés jelent, az öntözés költségeket, ha levonjuk, akár 70.000 forintos plusz jövedelmet tesz lehetővé a gazda számára. Azaz nem csak, hogy plusz jövedelem, hanem termésbiztonság is van azzal, hogyha öntözünk. Teljes új gondolkodásmódot kell átvennünk. Az öntözés olyan stratégiai kérdés, megkerülhetetlen. Ha ki akarjuk védeni a negatív környezeti hatásokat, ha biztonsággal akarunk termelni, akkor az öntözéssel kapcsolatosan sokkal szélesebb körűen kell gondolkodnunk. Sokkal szélesebb felhasználási lehetőségeket kell figyelembe vennünk, és sokkal komolyabb kérdésként kell tekinteni rá. Ezért is változtattuk meg mi is a vidékfejlesztési programban az öntözésfejlesztési pályázatainkat. Hiszen az 500 millió forintos felső határ, amit támogatásként tudtunk adni, az nagyon kevésnek bizonyult. Ezért is emeljük meg 2 milliárd forintig ennek az öntözésfejlesztésnek a lehetőségeit. Természetesen marad az 50%-os intenzitás, de hogy komoly beruházásokat lehessen létrehozni, hogy megérje
a gazdálkodóknak pályázni rá, és megéri egy hosszú távú elköteleződéssel termelésbiztonságot, versenyképességet növelni, ahhoz elengedhetetlen ez a döntés. Azt remélem, hogy ennek hatására a pályázati kedv is meggyorsul, fölélénkül, és minél gyorsabban ki tudjuk helyezni az utolsó forintjainkat is. Az itteni gazda, akinél vagyunk, az a durum búzáját is megöntözte, mégpedig egy olyan öntöző berendezéssel, ami nem az övé. Átengedte tulajdonképpen az öntöző berendezést a tábláján. Ez is egy pozitív példa lehet a magyar gazdák számára. Ez pontosan így van. Rá kell jönnünk arra, hogy akár mekkora birtokkal is rendelkezünk, önmagunk van, kicsik vagyunk. Csak akkor tudunk versenyképesek lenni, ha az erőforrásainkat optimálisan tudjuk kihasználni. És az, hogy elvált egymástól a fölötte lévő lineár és a termőföld tulajdonjoga, célszerű összekötni a kettőt, célszerű bérbe venni, célszerű használni. Hiszen egy olyan erőforrás, amit ha nem használunk, akkor az veszendőbe megy, és óriási károk is keletkeznek. Tehát nem tudunk annyit termelni, amennyit termelhetnénk. Az elkövetkező időszak sikerességének az egyik kulcsa az, hogy mennyire leszünk képesek együttműködni egymással. Hogy tudjuk a termelői együttműködéseket erősíteni. Öntözési berendezésben, erőforrásokban, tehát gépekben, mert nyilván ki fognak alakulni azok a termőtájak, azok a sajátosságok, amelyek megfelelnek annak a vidéknek, annak az ismeretnek, annak a technológiai fejlettségnek. De nincs az a birtok méret, ami akár kombájnokat elbírna, akár újabb és újabb gépeket elbírna. Sokkal célszerűbb és sokkal gazdaságosabb, hogyha tervezetten kihasználjuk a lekötött erőforrásainknak, erőgépeinknek a kapacitását, és kölcsönösen használjuk egymás rendelkezésre bocsátva. Nehéz új gondolat a gazdatársadalomban, de nem úszható meg. Ha elkezdünk majd számolni, hogy mikor, milyen ráfordítással, milyen megtérüléssel kell gazdálkodnunk, akkor rá fogunk jönni, hogy minden egyes forint számít. Mert ha ez a sok forintot összerakjuk, akkor a vége az egy nagyon komoly összeg. Úgyhogy itt az öntözésfejlesztésen is ezért támogatjuk az öntözési közösségeknek a megalakulását, hogy olyan mértékű támogatást tudjanak igénybe venni, amely 80-90%-os intenzitású, hogy minél több terhet levegyünk az egyéni gazdálkodóról, és segítsük ahhoz, hogy közösségben, együttműködve az erőforrásokat sokkal jobban kihasználva tudjanak együttműködni. Nem csak a búzát és a hibrid kukoricát öntözött, hanem az egyéb növényeket, a repcét is, amit tényleg még olyat nem láttam. A repce az egy csapadék igényes növény. Gyakorlatilag itt nálunk az elmúlt 2 hónapban 7-es milliméter esőt tudtunk regisztrálni, úgyhogy mindenképpen repcét is megéri öntözni. Ott nyilván mások a termelési értékek, mások a termés átlagok, de azt gondolom, hogy ott is egy plusz jövedelmet tudunk elérni ezzel. Hogyha a fejlesztésekben gondolkodsz, akkor mit tudsz ezzel kapcsolatban elmondani? Hát én az öntözésben látom gyakorlatilag a jövőt. Van egy megnyert pályázatunk, egy 40 hektáros területen szeretnénk egy centert, linát telepíteni. Most indultam el gyakorlatilag a kiviteli terv és az ajánlatok bekérésében. Te, mint növényvédelmi szakmérnök, ugye nagyon sok termelővel is vagy kapcsolatban. Egy 8-10 termelőnek vagyok a növényvédelmi szaktanácsadója, de szigorúan csak helyben, mert gyakorlatilag idő és kapacitás hiányában messzebb területeken nem tudok ráfigyelni, de ez úgy gondolom, hogy belefér itt a mindennapokba. Sok helyen egyébként azok a termelőkkel, akivel kapcsolatban állok, szomszédjaink, földszomszédjaink, jó barátok, kollégák, úgyhogy tartjuk a napi kapcsolatot.